Na hát sziasztok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Ezúttal nem a hétvége bajnoki eredményeiről fogok beszélni. Ugye most a bajnokok ligája sorsolással le vagyok maradva, mert amikor sorsolták pénteken, akkor nem voltam kamera közelben, meg hát ugye az egész hétvégén is mondtam, hogy külföldön vagyok. És most szeretnék egy kicsit reagálni erre. Csak közben innen olvasom, mert úgyhogy hát itt nézem itt közben a kijelzőn, mert már volt olyan, amit el is felejtettem. Egy meccs volt, amit nagyon belevéstem az agyamba, az a Barcelona-Manchester United meccs, ami hogyha minden jól megy, és tényleg legyen igazam, az egy barom jó mérkőzés lesz, mind a kettő. Ugyanis ugye a Barca formában van, a Manchester meg bebizonyította, hogy baromi kemény fából faragták őket. Most ugye a United az kikapott a hétvégén, de csak kupa meccsen, ami ugye hát alacsonyabb prioritással bír, mint mondjuk egy bajnokok ligája, főleg úgy, hogy azért most már legjobb 8 között vannak, és ettől függetlenül egyébként a Barcelona nem egy verhetetlen csapat. Azért a Lyon hát ugye igaz, hogy csak hazai pályán, tehát Lyon van, de meg tudta ugye szorongatni a Barcát. Tehát lesz egy Tottenham Manchester City. Hát én arra azt mondanám inkább, hogy ha a jelenlegi formát nézzük, akkor egy Manchester City lesz valószínűleg. Csak Guardiolaék képesek arra, hogy elbízzák magukat, és már rögtön úgy állnak hozzá, hogy akkor elég lesz egy döntetlen mondjuk Londonban, és akkor majd Manchesterben szarra alázzuk őket. Hát azért, ahhoz meg mondjuk a Tottenhamnek is lesz egy-két szava. Liverpool-Porto. A Porto kivel játszott? Ja, izével. A Rómával. Jó, ez a Róma, ez nem egy acélos csapat szerintem. Tehát ez a Róma, ez abszolút nem az AS Róma, amelyik tavaly a bajnokok ligájában volt. Tehát könnyebb dolguk volt, mint mondjuk a tavalyi Rómával, vagy mint amilyen a tavalyi Rómával lett volna. A Liverpool gyönyörű játékkal, ellentmondás nem tűrő játékkal verte meg ugye a Bayern-t. Én inkább a Liverpoolt mondanám egyébként. Ajax-Juventus, na most az Ajaxot ugye nem szabad lebecsülni, mert bebizonyították, hogy képesek csodákra. Amit ugye én mondtam is többször, hogy a fiatalokban van a jövő, és motivált játékosok kellenek egy csapatba, és az Ajax az tele van ilyennel, ilyen 21-22 éves játékossal, akik még komolyabb dolgot nem értek el, vagy komolyabb célt nem értek el a karrierjük során. És bebizonyították, hogy képesek arra, hogy egy sztárokkal teletűzdelt, mondjuk úgy motiválatlan sztárokkal teletűzdelt Real Madridot megvernek. És hát sikerült, ennyi, kész. Úgyhogy nem becsülném le őket, se bár a Juventus-nál is megvan a motiváció. Azt mondanám inkább, hogy igen, hogy Juventus. És akkor elérkeztünk ugye a Manchester United Barcelonához. Hát ez szerintem nagyon, nagyon combos meccs lesz. Manchesterben kezdenek. Ha mondjuk teszem azt, a Manchester nyer egy, akár egy 2-0-ra, az még semmit nem fog jelenteni a Nou Camp-ban. Tehát olyan köhögő roham jött rám, hogy besírtam. Szóval egy... Bocsánat. Szóval egy 2-0-ás előny se jelent semmit. A Nou Camp-ban a Barcelona képes arra, hogy akár egy 4-0-ával hazaküldi a United-ot. Hát én erre inkább is azt mondanám, igen, hogy Barcelona. Tehát hogyha most nagyon választani kéne. Tehát azt mondom, hogy Barcelona, Juventus, Liverpool és Manchester City. És akkor azt mondom, hogy az angol csapatoknak, ugye, amelyikeknek, akik most hát ugye nagy formában vannak, mindegyik tovább jut. Aztán meglátjuk, hát majd kiderül. Igazából én egy Juventus Manchester Unitednak örültem volna talán a legjobban. Mert ott a United-ot mondtam volna, hogy egy ilyen összeállítás jött volna ki. Na, úgyhogy ennyi lett volna. Egyébként a hétvégén néztem a tegnapi nap folyamán, már itthon voltam és néztem az Inter Milan meccset. Hát barom jó meccs volt. Egyébként szerintem évek óta nem volt ilyen jó milánói derbi. Aztán még így gyorsan egy pár mondatban, ugye Zidane visszatért,
és de erről majd lesz inkább egy külön videó az idános dologról. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, vigyázzatok magatokra, sziasztok!